4 év. Ennyi kellett ahhoz, hogy a Honda CBF 1000-esének egy ilyen szép kifejező arca lehessen. Meg ahhoz, hogy egy ilyen szép hátsó lámpája lehessen, ami ledes. De a dizájn szempontjából a legfontosabb mégiscsak a műszerfal volt. Emlékeztek, hogy hogy nézett ki a régi CBF-nek a műszerfala? Hát nem így. De sajnos 4 év alatt nem csak jó dolgok történtek, eltűnt a második kipufogója. Így olyan, mint a 600-as. Ha megnézzük ezt a lengővillát, lehet, hogy jobb lenne, hogyha valami eltakarná ezeket. De kit érdekel a lánckerék, és kit érdekel az a lengőkar? Igaz, hogy egy zárt szelvény, de nem érdekel. Ezek az apró ívek, ahogy itt találkoznak, kis bemarás, ez a kis valami. Tehát élőben egyszerűen teljesen más. Tehát, hogy megnézitek a motorinfo.hu-n a képeket, nem úgy néz ki a CBF, így néz ki, ahogy én látom, ezt meg kell nézni élőben, ugyanúgy, mint ahogy a VFR 1002-t, annak is a formái, ezek a pici, apró formai fineszek, ezek csak élőben jönnek ki. Hadd mutassam meg nektek, hogy mi a CBF 1000-es blokkjának az egyik legaranyosabb és legkedvesebb tulajdonsága. Dugok egy egyest, gázhoz nem érek, csak csúsztatom a kuplungot. És elindultunk. Így megyünk egyesbe. Dobok egy kettest. Kis kuplung csúsztatás. Megyünk 18-al, jöhet a 3-as. Akkor gázhoz még mindig nem nyúlok. 4-es. Na, az 5-öst azt egy kicsit nem akarja. Aha. Hegynek fölfelé is bírja, ez egy pici emelkedő, talán nem látszik. Tehát ez egy 5-ös elvileg, 5. sebesség, 28 km per óra alapjárat, dugok egy 6-ost, kuplunk kin, gázhoz még mindig nyúltam hozzá, és megyünk szépen 30-al, 6. sebességi fokozatban alapjáraton. Igazából nem hallani a blokkon, hogy ez nagyon nem tetszene neki. Nézzük meg, mi történik, hogyha húzok egy gázt. Aha, most egy kicsit zakatol. 2000-től már teljesen sima. És igazából 2000 fölött már, mint egy villanymotor, úgy suhan. Még mindig 6. vagyok. Na jó. Azért mégse vagyunk autópályán. Szóval ezzel mindezzel csak azt akartam mondani, hogy 6. sebességi fokozat. Annak ellenére, hogy elindulni azt nem tudunk benne, de elég lenne bárhová. Igazából ez a motor ez nem is a száguldozásra való, hanem erre. Elváltogatni szépen a sebességeket, hagyni, hogy a nyomaték dolgozzon, mert ugye a CBR 1000-es blokkja alulra, illetve középre van kihegyezve, fölül is megy, meg nem torpan meg, sehol se, elforog egészen 10.000-ig gyönyörűen, de igazából 2000 és 6000 között érzi magát jól, akkor semmi vibráció, gyönyörűen tol, mint egy villanymotor, hangja is olyan, mint egy villanymotornak, ami ugye bizonyos körökben negatívum, nekem tetszik, kifejezetten tetszik, hogy szinte nem is hallom a motort, ahogy motorozok, csak a fordulatszámmérőt, meg egy picit a lábtartón érzem azt, hogy egyáltalán működik, nem hallok belőle semmit, abszolút megnyugtató és kellemes a motorozás. 10 lóerőt erősödött a motor, ez nyilván a kipufogó rendszer is közrejátszik ebben. Régen mentem CBF-fel körülbelül 1 éve, az előzővel. Nem mondanám azt, hogy ez a 10 lóerő ez különösebben érezhető.
viszont ugyanolyan kellemesen motorozható, 7%-kal csökkent a fogyasztása a CBF-nek. A műszerfal az mutatja is a fogyasztást, lehet, hogy át lehet állítani, lehet, hogy nem. Ez a modell, ez kilométer per literben mutatta a fogyasztást, idefelé a kettesen, ha jól emlékszem, akkor 23 km per litert mutatott, tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 5, kicsit több mint 4 litert fogyasztott alatt, amilyen 100-as tempónál. Nyilván, hogyha akkor ez tud 6-7, szerintem 8-nál megáll. Az előző CBF-en 4 centit lehetett állítani a plexit, volt egy felső állása, egy alsó állása, köztük 4 centi volt. Ennek az új CBF-nek már 4 állásban lehet állítani a plexit, és 120 mm van közöttük, tehát 12 centi. Ehhez viszont nem kell semmiféle szerszám, Norbikán fog meglétszni. Ami még a túrázóknak fontos lehet, plusz 1 liter mehet bele a tankba, eddig 19 literes volt, most már 20 literes. Viszont talán emiatt lett egy ilyen kicsit ilyen bakhátas a tank. Nem biztos, hogy az összes tanktáska fel fog rámenni gond nélkül, de nyilván vannak olyan tanktáskák, sőt, talán a Hondának gyári alkatrészben is van, ami fölmegy, de egy egyszerű olyan, ami lapos, az egy kicsit necces lesz. Egyébként kapni hozzá oldalsó dobozokat, 44 litereseket, ha jól emlékszem, az oldaldobozokban egy-egy zárt bukósisak fér el. A felső doboz, ami szintén választható a motor színében, az oldalsókhoz hasonlóan, az egyik az 33 literes, abban két nyitott vagy egy zárt sisak fér el, a 45 literesben már elfér két zárt sisak. Annak ajánlom, aki egy olyan motort szeretne, amire bármikor ráülhet, soha nem fogja otthagyni valószínűleg. Tehát ez a blokk, ez a CBR 1000-esnek, a 2004-es CBR 1000-esnek a blokkja. Nyilván mások benne egy kicsit az alkatrészek, de ezt a 108 lóerőt, amit ez a motor tud, szerintem ameddig az ember és ameddig ez a motorja, hogyha 100 000 kilométert motorozik, akkor annyi ideig, de ez bírni fogja. Összességében feleségmotorként jellemeznénk, talán ez illik leginkább a CBF-re. Nem úgy értjük, hogy a feleségeknek kell venni, hanem úgy, hogy ezzel a motorral hosszú távra érdemes tervezni. Indulunk! Someone needs to wrap off the top. Négy év alatt történt még egy más, ebből hogy jövök ki. A legfontosabb mégis a műszerfar volt. Na, tehát. Műszerfar. Meg ahhoz. Az előző az ez volt. Ez meg a design szempontjából a legfontosabb újítani való mégis a. És ilyet is tud. Ez mindent, amit kell.